Tisztelettel köszöntöm Önöket. Az ember, amikor gondolkozik azon, hogy ki lehetne a következő vendég ebben a műsorban, akkor néha elgondolkozik azon, hogy ki az, aki biztosan nem megosztó. Mert bár szoktuk mondani, hogy aki megosztó, az végül is érdeklődést kell, de néha azért jó valakivel találkozni, akiről egyöntetű a vélemény, és azt gondolom, hogy aki mai vendégünk, ő róla meglehetősen egyöntetű e hazában. Íme. Szilágyi Áron, 32 éves sportoló, sportvezető, háromszoros olimpiai, kétszeres világ és háromszoros Európa-bajnok kardvívó. Az első, aki férfi kardegyéniben három egymást követő olimpián is aranyat szerzett. A Vasas SC versenyzője és a vívó szakosztály elnöke. A Nemzeti Tehetségprogram Jószolgálati Nagykövete, a Magyar Sportolók Érdekvédelmi Fórumának társadalmi elnöke. Végzett pszichológus, diplomázott az ELTE TTK-n nemzetközi tanulmányokból. Egy mindenkiért címmel nagy sikerű dokumentumfilm készült róla. Budapest, valamint a második és a 13. kerület díszpolgára, nemzetközi Fair Play díjas, kitüntették a Magyar Érdemrend Tiszti és Nagy Keresztjével. Nős felesége Szántó Betti. Ezt az utolsó sort nem, de ami fölötte van, azt végtelen hosszan tudtuk volna még folytatni. Rengeteg díj kitüntetés, rengeteg érem. Örülök, hogy itt vagy. Én is örülök, hogy itt lehetek. Büszke vagyok minden díjra, elismerésre, és így végigolvasva úgy tűnik, mintha egy komoly életművel rendelkezik. Már most már én nem így érzem, inkább csak ezt szerettem volna mondani. Alapvetően élsportoló vagyok, az élsportban szerzett eredmények azok, amivel eddig ki tudtam tűnni. De hát ez a folyamatos jelen, ha úgy tetszik, tehát most is sportolsz, ez most sem múlt idő, amit itt soroltunk, tehát ez még újabb és újabb dolgokkal bővülhet. Abszolút, sőt, azt kell mondjam, hogy motiváltabb vagyok, mint bármikor. Nekem az elmúlt évek sikerei, a harmadik olimpiai bajnoki arany, vagy az idén Kairóban megszerzett világbajnoki cím is azt hozták magával, hogy még inkább szeretnék versenyezni, még inkább újra szeretném élni azt az élményt, ami a dobogó felső fokán az ember átél, ott szeretnék lenni a legjobbak között, meg hát szeretem azt, amit csinálok, és ezért így nekem nagyon könnyű. Mi hajt ebben előre? Mert az ember azt is gondolhatná, hogy van három olimpiai arany, innentől kezdve minden verseny egy kockázat. Tehát mindenki az olimpiai bajnokot akarja megverni, az olimpiai bajnoknak pedig minden versenyt illenne, vagy illik megnyernie, mert hát mégiscsak a cím kötelez. Megjön egy következő olimpia, mindenki azt várja majd, hogy ja, persze, és akkor az Áron behúzza a negyediket. Lehetne azt mondani, hogy ezt már nem. Fel lehet így is fogni egyébként, és sokan így fogják fel. És abba hagyják, és keresik azt a csúcspontot, amikor érdemes kiszállni a versenyzésből. Én is egyébként fiatalabb koromban, tehát amikor elkezdtem versenyezni, vagy jöttek az első eredmények, én is erről álmodoztam, hogy majd a nyakamba akasztják az olimpiai aranyelmet, és akkor ott én meg azt szögre akasztom a kardot, és vége. De közben rájöttem, hogy balgaság lenne ez részemről, mert szeretem, amit csinálok, sikeres vagyok benne, még hogyha jönnek is kudarcok, mert az elkerülhetetlen minden pályafutásban, miért ne folytatnám, és miért ne ezzel tölteném az időmet, miért bármi mással. Úgyhogy velem is azért, vagy engem is értek azért kudarcok az elmúlt évben is. Elutaztunk Madridba egy világkupánra, kiestem a 8 között, az Európa-bajnokságon a 32 között vertek meg. Az égvilágon semmi nem történt másnap, ugyanúgy kellett felül a nap. Az igaz, de te is úgy keltél fel? Mint ha semmi se történt volna? Nem, dehogy is, tehát a kudarcok azok azért nagyon mélyen és nagyon rosszul érintenek engem. Egy-két napig. De aztán elkezdem ezeket feldolgozni, mindig jön egy következő verseny, amire megkezdődik a felkészülés, pontosabban folytatódik, és azért az ember ezeket maga mögött tudja adni. Na nézzük a sikert, van egy olyan, hogy 178 ezer pont. az mi az? Azt hiszem a világranglista pontjaim, nem tartom számon hétről hétre, hogy ez hogyan alakul, örülök annak, azt hiszem én vezetem a világranglistát, ez egy hát szuper az dolog. Az éves ranglistán, ugye mert a New York-i verseny már a következő szezonhoz tartozó verseny volt, én ezt jól tudom, amit most éppen legutóbb behúztál. Orlánban nyertem egy Grand Prix versenyt, igen, és ott az már a 2022-23-as szezon, még a tavalyi összesített világkupát így hívják, ha valaki megnyeri a világranglistát, azt a díjat én nyertem. Na de az előző év, tehát a mostani évet te zártad megint az élen a Nemzetközi Vívószövetség. Igen, tehát az elmúlt két szezont is nekem sikerült megnyerni. És ebben az évben sikerült megnyerned az első egyéni
világbajnoki címedet is. Ugye mondtuk, hogy kétszeres világbajnok vagy, de hát a másik egy csapat volt. Ez így igaz, igen, és még kétszer hétből ráadásul. Ez nagyon hiányzott? Mai történet. Nagyon, igen, tehát lehet ezt szépíteni, meg tudnék úgy fogalmazni, hogy ez is egy hozzáadott érték az én pályafutásomhoz, de ha őszinte akarok lenni, hogyha ez nem lett volna meg, és úgy kellett volna bármikor befejeznem a pályafutásomat, hogy nem vagyok egyéni világbajnok, az egy hiányérzet lett volna. Úgyhogy ezért is nagyon örülök, hogy ez 32 évesen végül is összejött, és ez nem annyira magától értetődő, tehát aki követi a mi sportágunkat, azt tudhatja, hogy itt hiába vannak favoritok, hiába van az ember a világbajnokista élén, és vág neki éllovasként egy-egy világbajnokságnak, ez nem predesztinálja arra, hogy ez összejön a pályafutásában, számtalan olyan egyébként nagyszerű, klasszis korszakot meghatározó vívót tudunk mondani, aki vagy világbajnokságot, vagy olimpiát nem nyert. Én is ezek közé tartoztam egészen 2022-ig. Van különbség olimpiát vagy világbajnokságot nyerni? Nem a megbecsültség a presztízs szempontjából kérdezem, hanem versenyzőként. Odaállni. Más? Én azt gondolom, hogy más. Azért más, mert a világbajnokság az beleilleszkedik abba a szezonba és azok közé, a nemzetközi versenyek közé, ami a mi közegünk és amit megszoktunk. Felutazunk egy világbajnokságra, nagyjából ugyanaz a körítés, persze valamivel komolyabb verseny, mint a mondjuk a Grand Prix versenyek, de mégiscsak ugyanazok az ellenfelek, ugyanúgy ott van 120-130 vívó, akik közül kikerülhet a győztes, és ott csak a vívás van. Míg egy olimpián ugye 200-nyi sportág, 10 000 képviselője versenyzik, ott van ez az 5 karikás atmoszféra, ami semmihez nem fogható, több milliárd ember követi az eseményt, tehát az ilyen szempontból nem összehasonlítható a világbajnoksággal, más is az embernek a lelkiállapota. És van különbség a 3 aranyérmet között, ha az olimpiákat nézzük? Teljesen más, mind a 3. Abszolút érezhető a különbség. Az ember azt gondolja, verseny reggeltől estig tart, a végén fölállsz a dobogóra, nyakadba akasztják, szól a himnusz úgy, ahogy szól. Ugye volt ebből kis kalamajk, azt hiszem, Londonban talán egészen furcsán szólt. És hát akkor lejössz a dobogóról, és megvan ez is. Benned ez másképp játszódik le, mind a 3? Már csak azért is, mert az elsőt 22, a harmadikat 31 évesen nyertem, tehát teljesen más az ember, változik a személyisége, érettebb lesz. 22 évesen váratlan volt az én sikerem, nem tartoztam a top favoritok közé, tehát hogyha lehetett volna mondani 5 versenyzőt, hogy kit nyerik meg ezt, azt az olimpiát, nem lettem volna köztük. Meglepetést tudtam okozni. Ez Rióban nyilván már változott, tehát már számítottak, már készültek ellenem, ott bizonyítani akartam, hogy nem egy kifutott eredmény volt a londoni megnyert aranyérem. Tokió előtt meg már minden arról szólt, vagy a rólam szóló híreknek a legnagyobb része arról szólt, hogy összejöhet-e a triplázás, meg lehet-e a harmadik aranyérem, és ez azért engem is befolyásolt. És a párizsi? Mert hogy ugye jövőre már voltak éppen a kvalifikáció zajlik a párizsi olimpiára. Hogyne, tehát amit elvesztettünk a vámon, most megnyerjük a réven, mert a Rio és a Tokiói olimpia között eltelt 5 év, azt jelentette, hogy most csak 3 van. Párizsig, és a kvalifikáció, azt jól mondod, áprilisban elkezdődik, ez nálunk egy egyéves időszak, és az összes ebben az időszakban megrendezett világkupa verseny, Grand Prix, EB és világbajnokság hozzáad, és a végén osztják ki a ranglista szerint a kvótákat. Erre készülünk, mert mire odaérünk a kvalifikációs időszakhoz, már érdemes a ranglistán jól helyezkedni, hogy már ott könnyebb ellenfeleket kapjunk. Nagy bajod most nincsen az érről ezen a ranglistán. Tehát, hogyha a vívószövetségnél úgy tartanak számon, mint ranglista vezetőt, hát sok változás áprilisig nem történik valószínűleg. Valóban, viszont ebből a szempontból fontosabb a csapatnak a helyzete, mert mi azért a kvartettel szeretnénk megszerezni a kvótát. Nálunk úgy van a kvalifikáció kialakítva, hogyha egy csapat bekerül a világbajnokságon legjobb 4 közé, vagy a következő legjobb európai, akkor automatikusan csapatként kvalifikál 3 egyéni induló helyjel és egy tartalékkal.
így érdemes kvalifikálni, mert hogyha ez nem történik meg, ott, onnantól az egyéni kvalifikáció már csak egy embernek adott egy nemzetből, és nagyon nehéz. Úgyhogy mi a csapattal megyünk ennek neki. Szerencsére elmondhatjuk, hogy ott sem állunk rosszul, másodikak vagyunk a világranglistán a dél-koreaiak mögött, de az olaszok, németek, franciák és a többi ellenfél előtt, úgyhogy ezt a helyet szeretnénk tartani. Említetted a harmadik érem, olimpiai aranyérem kapcsán, hogy ott már úgy készültek rá, hogy na, és akkor meg lesz-e a harmadik vajon, és az nyilván rád is hatott. Tehát itt most nyilván akkor felmerül majd a kérdés, hogy negyedik olimpiai aranyérem. Egymás után 4 olimpián történelem. Nyilván ezt fogod hallgatni a következő másfél évben. Igen, érdekes módon már most is hallgatom egyébként. Illetve hát most megkapta tőlem is. Persze. De ez érdekes módon nincs annyira erős hatással rám, mint a harmadik. A harmadik volt egy olyan áttörés, mivel az még senkinek nem sikerült a férfiak közül vívásban, amit én is úgy éreztem, hogy ez egy hatalmas dolog lenne. És valóban a negyedik is természetesen az is egy csodálatos eredmény lenne, és motivális, hogy elérjem, de ilyen szinten nincsen rajtam nyomás, mert nem kell senkit utolérnem, nem kell újabb rekordot megdönteni, és szerintem szégyenkeznem se kell, hogyha majd csak 3-szoros olimpiai bajnok maradok. Sőt, ha visszagondolsz gyerekkorodra, ugye neked egyrészt volt egy fantasztikus mestered, másrészt voltak neked különleges képességeid a sporton túl is, tehát most gondolok arra például, hogy matematika versenyen indultál, miközben egyébként a világbajnokságon már csapatban világbajnoki címet szereztél 17 évesen, és te még a középiskolában matekból versenyeztél. Tehát lehetett volna annyiféle irány. Mennyire a mestered, mennyire a mester általában határozza meg a sportban azt, hogy az ember hogy ragadott? Szerintem a gyerekek fejlődésében, a sportákhoz való kötődésben és abban, hogy az élsportolói pályát választják, ez 100%-ig az edző van rájuk egy olyan hatással, ami elkísérheti őket az egész pályájukon, és itt kifejezetten a nevelőedzők munkájára gondolok. Tehát ők azok, akik megszerettethetnek egy sportágat, akik az alapokat letehetik, a megfelelő alapokat, amire lehet utána később építkezni. Ők nem csak edzők, hanem mentorok, pótszülők, sokszor barátok, nevelők, pedagógusok. Nagyon fontos az ő személyük, és valóban én egy olyan nevelőedző, Özgerevis Györgyhöz kerültem 9 évesen, aki még szerintem a jó vagy nagyszerű nevelőedzők közül is kiemelkedett, mint személyiségével, mint pedagógiai érzékével. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy nála balírozottam. Sosem lázadtál? Sosem gondoltad, hogy most akkor ebből az eléggé szoros menetrendből iskolasport, ki kéne lépni? Volt egy időszak a korai tinédzser koromban, amikor úgy éreztem, hogy itt a délutánokat jobban is el lehetne tölteni, mint az edzőteremben izzadva. Sok hasznosabb dolog lenne. Számomra hasznosabb, igen. És volt is, hogy 1-2 hetet kihagytam az edzésekből. 1-2 hetet? De jó, ez most nem tűnhet soknak, nem, de az ott egy vízválasztó volt. Ott mit szóltak a szüleid? Azt mondták, hogy csináld, ahogy akarod? Az én szüleim nagyon megengedőek voltak, és azért sokszor hagyták, hogy a saját utamat járjam, de ebben az esetben azért leültettek, és elmondták, hogy amit egyébként a nevelőedzőmtől hallottak, hogy itt van egy sport, amihez adott egy tehetségem, és ezt talán érdemes lenne kihasználni, és nem eltékozolni. Ennyi elég volt igazából, tehát én 1-2 hét alatt felmértem azt, hogy persze el lehet tölteni a délutánokat máshogy is. Mit csináltál? Nem feltétlenül annyira élvezetes. Hát semmit, amit a 12-3-4 évesek csinálnak barátaimmal. Lógtunk, elmentünk erre-arra, kipróbáltam más sportot is egyébként, de tehát ilyenkor azért az én fejemben is benne volt, hogy oké, most vívásból, nem tudom, országos bajnok vagyok, de nyilván, hogyha elmegyek kosárlabdázni, akkor ott meg az NBA szintjeig fogok eljutni. Hát az első edzésen kiderült, hogy nem, mert se ügyes nem vagyok, se magas nem vagyok, meg a többiek már rég előttem járnak sok mindenben, úgyhogy
jól jöttek ezek a földre visszarántó apró pofonok, és egy-két hét múlva ott voltam az edzőteremben, tervettem, hogy jó kezdjük, és dolgoztam tovább. Fiús szülők most néznek minket, és azt gondolják, hogy hát akkor ez egy jó út, tehát majd lesz az én gyerekemből is Szilágyi Áron. Mi kell hozzá? Nem a Szilágyi Áronsághoz, ahhoz, hogy valaki mondjuk a vívásban megállja a helyét. A mi sportágunkban az nagyon jó, hogy sokfajta testfelépítésből, ugyanúgy sokfajta személyiségből is ki lehet hozni bajnokokat. Tehát sok tulajdonságot lehet kamatoztatni. Ez a fajta gyerek lesz a jó vívó. Nincs teljesen más utak vannak, amik a sikerhez vezetnek. Én persze a saját pályámról, meg a saját múltamról, jelenemről tudok mesélni. Az biztosan fontos, és egy hosszú pályafutást jellemez, hogy az ember olyan sportolói erényekkel rendelkezzen, mint az alázatosság, mint a küzdeni tudás, mint a fair play-nek a tisztelete, mint az ellenfeleknek és a nagyobb tudásnak a tisztelete. Én ezeket nagyon fontos értékeknek tartom, és úgy látom, hogy hosszú távon az tud eredményes maradni, aki ezek mentén éli az életét. De hát ez voltak éppen szinte minden egyéni sportra ugyanígy igaz. Tehát, hogy az egyéni sportolót azt ilyennek képzeljük. Tehát ezzel a tartással megy oda, ha tatamira megy, ha ringbe száll, ha pástra lép. Persze, mögöttem nincs egy csapat, nem 11-en vagyunk a pályán, mint fociban, hogy ha nem tudom, tőlem elveszik a labdát, akkor is majd a védők kisegítenek, vagy ha én nem rúgok gólt, akkor majd a csapattársam befejezi a támadást. Egyéni sportban én egyedül megyek a pástra, a teniszező egyedül megy fel a teniszpályára, a judóka egyedül megy fel a tatamira, tehát hogy ott máson igazából nem számíthatunk, persze arra a tímre, akik mögöttünk vannak, az edző, a felkészítők, rájuk igen, addig a pontig, amíg a versenyhelyzetben nem kerülünk. Azt, hogy neked aznap milyen napod van, amikor verseny van, azt a csarnokba érkezés előtt is tudod már? Tehát kell úgy az ember, hogy tudja, hogy na, ezt már kár volt elkezdeni. Vannak olyan napok, igen, amikor érzem, hogy ez nem fog menni, de ez is változhat egyébként, és versenyen jellemzően asszóról asszóra is alakul. Van technikád rá, hogy hozod ki magad a gödörből? Kialakul egy idő után ebben az embernek egy rutinja? A rutin a kulcs egyébként, igen, tehát az önismeret és a rutin az, ami segíteni tud ilyenkor, akár asszon belül, akár versenyre megérkezvén, hogyha valami nem stimmel. Nekem van egy bejáratott napi rendem, amit egy versenyen is mindig követek, tehát mindig nagyjából az első asszóhoz képest ugyanannyi idővel előtte kelek fel, reggelizem meg, megyek ki a versenyre, ott mindig egy kávéval indítunk, és egy beszélgetéssel az edzőmmel átrágjuk, hogy mit szeretnénk az első asszótól, illetve utána mindig ugyanúgy melegítek be, tehát nekem ez a rutin, ez segít. Ha pedig ebbe valami nem működik, akkor én például nekem például nem okoz gondot mondjuk drasztikusan ezen változtatni, tehát ez az adaptív készség is szükséges, legalábbis a mi sportunkban nagyon fontos, tehát hogyha van egy kezdő stratégiám, de az ellenfél elhúz 4-0-ra, 5-0-ra, akkor ott nem ráérősen, hanem azonnal és drasztikusan kell tudni váltani, és valami tök más csinálni. Míg mondjuk lehet, hogy egy teniszezőnél, akiknél eltarthat 2-2,5, akár 3 órát is egy mérkőzés, ott van idő kitapasztalni a másiknak a játékát, nálunk negyed óra az egész mérkőzés, de van, hogy 10 perc alatt lezajlik, tehát ott egy-két perces indiszponáltság jelentheti azt, hogy nekem véget ért a versenyem. De hát a vívás az egy pszichológiai hadviselés, és mi is beszélgettünk már erről, tehát hogy úgy mész föl, hogy pontosan tudod, hogy ki a másik. Nem név szerint ki, hanem hogy milyen tulajdonságai vannak, hogy hirtelen haragú-e, hogy higgadt-e, hogy halvérű-e, hogy odavágja-e, hogy ki lehet-e zökkenteni, hogy toporzékol-e, hogy mivel tudod kizökkenteni. Ezeket az ember előszeretettel használja, vagy inkább egy kicsit nyakbehúzva? Vívója válogatja.
Én szeretek az asszok alatt is magammal foglalkozni, és a saját lelki békémet és nyugalmamat megőrizve teljesíteni, tehát nekem ez az elsődleges célom. Inkább az akcióimmal próbálom kizökkenteni az ellenfelet, mint a tusok közötti viselkedésemmel vagy kommunikációmmal. Nálam fontosabb az, hogy ne hassanak rám az ellenfelek, tehát hogy ne érjen célba az ő engem kizökkenteni kívánó viselkedése. Na, de azt is tudod akkor róla, hogy ő mivel szokta az ellenfelet általában kizökkenteni? Igen, igen. És itt egyébként a sztereotípiák azok nagyon élnek nálunk. Tehát egy olaszos versenyző az esetek 90%-ában teátrális lesz, és színészkedni fog. És persze ezt sokszor a szimpátiát megőrizve is ők le tudják hozni. Hát látványosan megsérül, amikor neked jól megy például. Például, igen. Tehát ők megengedik maguknak ezt, sőt, eszközként használják. Sok esetben nekem ilyenkor az a válaszom, hogy szépen elsétálok a pást végére, nem is tekintek abba az irányba, megvárom, hogy a zsűri visszaszólítson, amikor az ellenfelem is kész van arra, hogy a következő tusra odálljunk, és itt tulajdonképpen elvesztik ők a közönségüket, mert amellett, hogy ez a zsűrinek is szól, meg a közönségnek is, leginkább nekem. Te a vívás világában is az a jó fiú vagy, ahogy téged látnak az emberek általában. Ha megkérdezünk Szilágyi Áronról embereket, akkor elmondják, hogy mekkora sportoló vagy, és te olyan jó fiú vagy. Tehát olyan rendezett vagy, egybe vagy. Ezt a vívók is így látják rólad? Vajon? Szerintem igen, bár nem biztos, hogy így fogalmaznák meg, hogy jó fiú. Inkább a robot, vagy a kifejezést használnák, vagy a szemellenzőset. Hát az Áron az egy gép. Igen, hallottam már ezt sokszor, igen. Az tény, hogy én amikor lemegyek az edzésre, akkor el tudok mélyülni annyira a munkában, hogy semmi másra ne koncentráljak, és néha igen, hozzám szólnak háromszor, és nem hallom meg, nem azért, mert arrogáns vagyok, vagy figyelmetlen, hanem mert valóban ennyire belemerülök abba, amit csinálok. Az is igaz, hogy egy konfliktus kerülő alkat vagyok, tehát sem az ellenfeleimmel szemben, sem egyébként abban a környezetben, amiben mozgok, nem keresem az ellenállást, nem harcolok nagyon a saját igazamért, és nem is hangoztatom különösebben azt, ez lehet, hogy bajom is, de ez igaz. Sok olyan csatád van, amit nem vívsz meg az egyszerűség a béke kedvéért? És különben meg azt gondolnád, hogy ebbe oda kéne állni? Nagyon sok, igen. De nem csak a vívásban, az életben is. Tehát én ilyen vagyok. Nem feltétlenül ad ez hozzá az én sikeremhez, de ahhoz igen, hogy tudjak magamra koncentrálni, és csak a saját dolgaimmal foglalkozni. Egy konfliktust vállaltál, az egészen biztos, ugye volt egy edzőváltásod a Riói olimpia előtt, ami hát a sportágon belül is konfliktusokat okozott. Azt hogy viselted? Mert pont te vagy az, aki ezt kerüli, most is elmondtad. Valóban, és Somlai Béla mestertől köszöntem el 2015-ben a világbajnokság után, és onnantól kezdve dolgozom Decsi Andrással. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mire meg tudtam hozni azt a döntést. Tehát ez sem úgy volt, hogy felrúgtad az asztalt mérgetben? Abszolút nem. Sőt, miután tudtam, hogy edzőt fogok váltani, azután még lement egy Európa és egy világbajnokság, amit végigcsináltunk Somlai Béla mesterrel. Ebből az Európa bajnokságot megnyertem egyébként, és a VB-n is 8-as döntőben voltam. Tehát még csak azt sem mondhatom, hogy ez az eredménytelenség miatt történt, de úgy éreztem, hogy nekem ott mindenképpen váltásra van szükségem, és ma is tartom azt, hogy ez egy jó döntés volt. De valóban ez egy borzalmasan nehéz feladat volt, nagyon kevesen álltak mellém ebben. Tehát emlékszem, még a szüleim is kérdően néztek rám, hogy ezt a szaktekintélyt te ott akarod hagyni, miközben akkor már olimpiai bajnok voltam, és úgy akár
akár bizalommal is fordulhattak volna felém, hogy tudom, hogy mit csinálok. Tehát ott igen, ott egyedül ki kellett állnom, és vállalnom a rám eső kritika cunamit, ami érkezett is egyébként, sőt konkrétan olvastam olyan újságcikket, amiben leírták, hogy a Rio olimpián elvesztett Magyarország egy aranyérmet, mert Szilágyi Áron edzik. Meg hálátlan vagy, meg minden volt. Igen. Igen. Szerencsére elég nagy rezilienciával tudom ezeket kezelni, tehát engem nem szoktak se a kommentek kiakasztani se, hogyha egy kritikus újságcikk születik. Egyébként én olvasni szoktam, igen. Nagyon népszerű mai hozzáállás az, hogy az ember ne olvasson kommentet, mert így meg tudja óvni a lelki egészségét, ami egyébként nyilvánvalóan igaz. Van benne igazság, igen. De én azért szoktam olvasni, mert abban mégiscsak, ha van egyfajta trend, amit a kommentelők követnek, abból le lehet szűrni azt, hogy akkor valami off, valami nem oké. Neked valamit mindig ki lehet olvasni. Neked most volt ilyen, amire azt gondoltad a kommentek alapján, hogy jó, akkor ebből lépjünk hátra? Nem igazán. Talán olyasmi volt a social media felületeimmel kapcsolatban, amikor a támogatóim, a szponzoraim miatt egyre több ilyen tartalom ment ki, tulajdonképpen reklámszerű tartalom ment ki, hogy ez már egy kicsit sok, és többet szeretnének belőlem látni, mint a reklámokból, ami meg tökre érthető egyébként. Viszont a reklámokra nyilván szerződés kötelez, tehát ez nem így van, így aztán többet adtál magadból? Igen, és erre egy picit elkezdtünk odafigyelni, meg egyébként is organikusan is egy olyan időszak jött, amikor intenzívebben lehetett rólam kommunikálni, mert több minden történt. Úgyhogy egy picit saját magától is megoldódott ez a probléma, de ha nem figyelek a kommentelőkre, akkor, vagy nem olvasom a kommenteket, akkor erre sem tudunk reagálni. Voltál a pápánál. Őszentségéhez hogy jutottál? Váratlanul, mert nem volt részemről, nem volt szándékos vagy tervezett a látogatás, de éppen de részéről igen, olyan régóta szeretném, jó. Nem tudom, hogy fel tudná idézni ő ezt a látogatást. A Nemzeti Tehetségközponttal jártuk szinte körbe a világot, népszerűsítve a rólam készült dokumentumfilmet, az Egy mindenkiért tett, illetve nekik az volt a céljuk, hogy a saját tehetségtámogató fejlesztő programjaikat népszerűsítsék külföldön a magyaroknak, és ellessenek best practice-eket, meglássanak, megtaláljanak olyan szervezeteket, alapítványokat, intézményeket, amiknek a munkája érdekes számukra. Úgyhogy ez egy összetett turné volt tulajdonképpen, egyik hétvégén még Helsinkiben, másik Buenos Airesben voltunk. Hát vagy éppen média turnénak. Vagy éppen Rómában, és a római látogatásunk alkalmával a magyar vatikáni nagykövet kitalálta azt, hogy akkor a szerdai nagy nyílt misén lehetőség van audienciát kérni, és azt nekünk megkéri. Úgyhogy így jutottunk el a pápához, aki volt annyira kedves és fogadott. Egyébként sokat magunkkal, tehát ilyenkor azért egy ilyen százas nagyságrendőrbet. Ne úgy képzeljük, hogy a négy szem közti találkozó fogadta a világ és olimpiai bajnokot. Nem, az azért nem így történt. Egy olyan 30-40 másodperce volt körülbelül rám. Bemutatkoztam, elmondtam, ki vagyok, honnan jövök. Kértem, hogy gondoljon ránk magyarokra, ő persze erről biztosított, hogy ez meg fog történni. Ez is élmény volt, de inkább ott lenni és figyelni őt, meg ahogy a hívekhez beszél, meg ahogy a hívek fogadják, ez inkább volt rám nagyobb hatással, mert azért egy nagyon karizmatikus vallási vezető. Mit adott neked ez? Hogy mondod, hogy hatással volt rád? Leginkább az, hogy egy ember a saját tartásával, a saját maga valójában és üzenetével, hogy tud lenyugtatni, motiválni, erőt adni akár egy több tízezres tömegnek 20 perc alatt. Mert tulajdonképpen ez történt. Tehát én de ez a személyéből következik? Meg. Hogy láttad? Vagy a hivatalból, amit visel? Azt gondolom, hogy mind a kettő.
Nyilván, hogyha az ember a Szentpéter téren, Vatikánban ott ül, az már önmagában hat a lelkére, de ő is azt gondolom, hogy egy olyan karizmatikus vallási vezető, aki hogyha belép a terembe, akkor nem lehet másra figyelni. Csak a beszélgetésünknek ebben a fejezetében vicces a kérdés, én tudom, de egyébként hívő vagy? Nem szoktam a vallásomról, vagy a hitemről beszélni, azt szeretem megtartani magamnak, úgyhogy erről... Na jó, csak az ember a pápánál jár audiencián, akkor az ember azt gondolja, hogy ez egyfajta kötődés is ahhoz, amit ő képvisel. Nem vagyok katolikus, úgyhogy ebből a szempontból nem kötődöm közvetlenül a pápához, és egyébként amit a misén üzenni kívánt, az is nagyon világi volt, a családról és a párkapcsolatról beszélt, nyilván egy bibliai szöveg kapcsán, de hogy nagyon világi üzenet volt az, amit ő is átadott, és ezért én is jobban tudtam kapcsolódni ehhez egyébként. Te most fél lábbal Angliában, hát a másik fél lábbal mondanám, hogy Magyarországon, de ez sem igaz, szerte a világban is néha Magyarországon élsz. Angliába a családi kötelék vitt, tehát a feleséget kapott ott munkát, ugye? Tulajdonképpen igen, illetve hát együtt döntöttünk úgy, hogy Tokiói olimpia után 2021. szeptemberében áteszük székhelyünket és Londonba költözünk. Egyrészt neki ott egy nagyon jó lehetőség adódott, ő közgazdászként dolgozik, és én is úgy éreztem, hogy nem árt nekem ennyi év után, főleg úgy, hogy én a Vasas Vívó termébe kezdtem el vívni, minden nap oda jártam 22 éven keresztül. Ugyanazok az edzőpartnereim, ugyanaz a közeg. Nem mondom, hogy untam, vagy a kiégés szélén lettem volna, mert ez így nem igaz, jól éreztem magam, de úgy éreztem, hogy nem árt egy felnőtt embernek egy kicsit ebből a buborékból kiszakadni és megtapasztalni valami mást. Angliában pedig nagyon jól fogadtak a brit vívó válogatottal készülök együtt. Hát ők nincsenek azon a szinten, ahol te. Ez tényleg egyébként a felkészülés szempontjából nem nehézség? Hogy hát azért az angol kardvívás, hát, az a nem Szilágyi Áron szint. Nekem 32 évesen már nem arra van szükségem, hogy a jellemzően idősebb, eredményesebb versenyzőkkel készüljek, hogy fejlődjek rajtuk, tehát erre volt szükségem mondjuk 18-20-22 évesen. Most már azért olyan edzőpartnerekkel is tökéletesen fel tudok készülni, akik ellen magamra figyelek és a saját akcióimat gyakorlom be, és azért a brit vívók vannak olyan sebességem, van olyan akciókészletük, ami azért a nemzetközi mezőnyhöz is elég. De meg most felhozod őket. Én szerintem azért egy személyben így vívóként nem fogom megváltani a brit kardvívást, de valóban örülnek neki, hogy ott vagyok, ez abszolút egy win-win szituáció. Próbálkoznak veled, hogy maradj, hogy taníts, hogy telepedj ott le, és akkor legyen a brit vívóiskola, a Szilágyi Áron iskola? Én ezt elég határozottan ott elmondtam mindenkinek, hogy nekem nincsenek se edzői ambícióim, és nagyon hosszú távon képzeljük el mi a londoni kintlétünket. Hogy értek ki? Jönnénk majd haza. Nagyon békésen egyébként. Bet is dolgozik, én is teszem a dolgomat. Élünk egy londoni kis lakásban, semmi csinadratta, semmi különleges. Azt úgy képzeljük tényleg, hogy egy kis lakás, tehát egy kuckó? Ez relatív egyébként, de nem luxus körülmények között élünk kint Londonban, de igazából nem is ez a lényeg. Mi azért Bettivel mindig pályacentrikusak voltunk, tehát mi arra fókuszálunk, hogy amit csinálunk, tehát az a tevékenység, amiben benne vagyunk, azt élvezzük, abban sikeresek legyünk, abban előre haladjunk, ebből a szempontból ő is hasonlít hozzám. Karriert építként? Ezt ki lehet jelenteni? Tehát ez, magyar nyelven ez hülyén hangzik, mert ez kicsit ilyen könyöklőst is jelent, meg negatívat is jelent. Ez aggorú teljesen normális lenne. Szóval, hogy neki az ott az előrehaladása szempontjából fontos, hogy pont London, hogy ott van, hogy ott vagytok? Egyértelműen, ugye ez a világ egyik pénzügyi centrum, a központja, tehát ott közgazdászként, pénzügyesként dolgozni, ez neki egy hatalmas lehetőség, és akár karrier ugródeszka is lehet,
és nem titkoljuk mi azt, igen, hogy ő is motivált abban, hogy egy szép karriert építsen, hogy ott sikereket érjen el, és szerintem nekem meg kutya kötelességem, hogyha ő az olimpiai felkészüléseimet kibírta, mellette támogatott, ott volt folyamatosan mellettem, hogy én ebből visszaadjak, és nem volt az kérdés, hogy akkor, ha egy ilyen lehetőség van, akkor megyünk Londonba és megoldjuk. Nehéz téged kibírni egy felkészülési időszakban? Tehát amikor tényleg betett fejjel, nagyon komolyan csinálod? Nehéz azt is kibírni, hogy sokat nem vagyok otthon, és nem vagyok mondjuk Betty mellett, és azt is nehéz kibírni, amikor otthon vagyok, mert fejben ilyenkor is állom, a mástól járok. És nehéz hozzám kapcsolódni, kommunikálni. Igen, ezek a, főleg az olimpia, vagy akár a világbajnokság előtti 3-4 hónapok, az ott kőkemény munka neki is. Ebben valószínűleg komoly segítség, hogy ért, mert ő vívó volt. Tehát még hogyha nem is ezen a szinten, de azt pontosan tudja, hogy egy vívó mind megy keresztül, mire idegileg abban az állapotban van, hogy jöhet a verseny. Igen, ez szerencsés, hogy nem kell Bettinek elmagyaráznom, hogy mi történik a páston, vagy rám mi milyen hatással van, vagy miért érzem magam jól vagy rosszul. Érdekes módon én kevesebbet értek az ő szakmájából, tehát ő csinál inkább olyan bonyolult dolgokat, amihez nekem lövésem sincsen, de igazából nem szoktunk mi vívás szakmáról sem beszélni otthon az asztalnál vagy a nappaliban, meg az ő munkájáról sem, tehát valahogy mind a kettőnknek jól esik az, hogy kicsit letesszük azt, amiben vagyunk, és éljük a kis saját. Hát ebben nyilván az értés a fontos, hogy értem a másik embert, és értem, hogy mi történik vele egy adott időszakban. Te hogy kapcsolsz ki? Tehát mi van akkor, amikor hazaérsz, és azt mondod, hogy és most nem akarom a vívást? És mondjuk otthon vagy egyedül. Belenézek egy sorozatba, olvasok egy könyvet, ami érdekel. Milyen sorozatokat nézel? Mindenfélét. Rá vagyunk függve a különböző streaming szolgáltatóknak a sorozataira. Elkapott a sportdokumentum filmek és sorozatoknak is a világa, nyilván ez a rólam készült. Most érintett is vagy, persze. Sportdokumentum film kapcsán. Nagyon is. Büszkék vagyunk, ezt a filmet itt lehetett Magyarországon az ATV-ben először látni. Igen, mi is örültünk neki, ráadásul ez meg az olimpiai versenyem előtt levetítésre került, és azt hiszem utána még egyszer utána. Így van. Közvetlenül. Hát egy olimpiai bajnoki címed lett a szendvicsben a legjava előtte után, és közben nyertél. Azt hallottam, majd azt mondod, hogy ez egy kamupletyka, ha nem igaz, hogy elkezdtél dobolni. Nem is most, hanem már vagy 2 éve, ha jól számolok. És egyébként érdekesség, hogy innen a felvételről is majd a dobórára megyek. Hol tartasz? Milyen szinten? Olyan szinten tartok, hogy el nem tudom képzelni, hogy zenére doboljak. Tehát, hogy amit mi csinálunk. El nem tudod képzelni? Nem vagyok azon a szinten. Tehát, vagy pontosabban fogalmazva, lehetnék azon a szinten, csak nem azt csináljuk Lázár Tiborral, aki az én zseniális dobtanárom, és aki rájött arra, hogy a dobbal, mint eszközzel nagyon jól lehet fejleszteni olyan dolgokat, ami a sportban hasznos, ritmus. Hasznosítható. Ilyen például, igen, a ritmusérzék egyértelműen, de a kézláb koordináció is. Tehát nem mondod, hogy ez is a vívásról szól, hogy ez sem arról szól, hogy kikapcsolódom és kiütöm magamból a azt a rengeteg szól, feszültséget, ez is a vívás. Nyilván lélektanilag is jó hatással van rám egyébként, az is, hogy egy picit mással foglalkozom, ebbe is el tudok merülni, tehát itt is sokszor már megjön ez a flow állapot, amit az ember keres. Úgyhogy igen, Tibor, egyre bonyolultabb kézláb koordinációs gyakorlatokat végzünk ritmusra, tulajdonképpen, amiket ő talál ki, ő fejleszt ki, ő álmod meg, és amik azt hivatottak szolgálni, hogy ezt én a páston tudjam hasznosítani. Ezt úgy képzeljük a páston, hogy mész előre mondjuk lábbal, és teljesen más ritmusban mozdul a kezed, mint ahogy az ellenfél várja, hiszen lenne annak egy ritmusa, hogy hogyan emelem, hogyan nyújtom, de ehhez képest teljesen más történik? Ja, magának a magyar kardiskolának van egy ritmizálása, amit, hogyha minél pontosabban tart az ember, és minél gyorsabban tud abból leváltani, gyorsítani, lassítani, annál
eredményesebb tud lenni, és ehhez tud, hát ha nem is ennyire közvetlenül hozzájárulni a dob, de azzal, hogy a ritmusérzék fejlődik, azzal, hogy még függetlenebbül tudnak a végtagjaim mozogni, ezáltal az is jobb lesz. Van neked egy támogatód, előtött eszembe, hogy te jó vagy szerencsejátékokban? Nem, én borzalmas vagyok egyébként. Tényleg? Akkor te egy jó választás voltál, hogy az arca legyél a szerencsejátéknak. Nem nyertem még életemben lottón egy forintot sem. Jó, olyan nagyon sokat nem is fogadtam, de nem tudom, tehát ha pókerasztalhoz leülök, akkor is általában nem a nyertesek között szállok ki a ringből. Úgyhogy én inkább maradok a vívásnál. Uh-huh. Ez egy jó távolságtartó. Magyarán szóval nincs semmi szerencsejáték az életedben, ha jól értem szavaidat. Ezen kívül, hogy az arca vagy valaminek. Tulajdonképpen mi nem is nagyon fogadhatunk, már sport fogadhatunk saját eseményre abszolút. Hát arra nem, de mondjuk NBA-re fogadhatnál, hiszen mondhatod, hogy nem lesz belőled meg kosárlabdázó. Fogadhatnék, igen. Volt is rá példa egyébként, hogy fogadtam, néha hozzáadhat. Szerintem akkor adhat igazán egyébként hozzá a sportélményhez, hogyha az ember nem kifejezetten szurkol egy csapatnak, de meg akar nézni egy mérkőzést, mert mondjuk a színvonalas vagy jó, akkor szerintem akkor érdemes, akkor egy picit igen. Picit hát igen. Akkor te a Bayern Münchenre nem fogadhatsz. Az tart még a München rajongás? Tart még, igen, követtem a Bayern Münchennek a Bajnokok Ligája és a Nemzeti Bajnokság Bundesliga szereplését, meg hát itt a világbajnokságon is ugye a Bayern játékosok, akikből számtalan szerepelt még az elődöntőkben és a döntőben különböző is. Csapatokban. Nekik szurkoltam, igen. Van egy egészen új kezdeményezés, ami egy nem egészen új, hanem gyakorlatilag évtizedek óta meglévő problémára próbál választ találni, mégpedig arra, hogy mi lesz a sportolóval akkor, hogyha bármilyen sikeres is a karrierje, és akkor most a kevésbé sikeresekről is érdemes lesz majd gondolom pár mondatot váltanunk, vége lesz a karriernek, és ott áll a világban, hogy most mi lesz velem. Mert amíg a karrier tartott, addig volt megélhetés, volt népszerűség, másnap pedig lehet, hogy semmi sincs. Erre hogy tudtok választani ezzel a szervezettel, amit létrehoztatok? Magyar élsportolók érdekvédelmi fórumának az első és legfontosabb témája, amit kiemeltünk és amit az ászlónkra tűztünk, az a duális karrier, tehát a kettős életpálya modellnek a támogatása. Ahogy te is mondod, vannak sikeres sportolók, vannak kevésbé sikeres, vagy a válogatottságot, vagy a világszínvonalat el nem érő élsportolók. Van, aki 17 évesen egy sérülés miatt kell, hogy abba adja, van, aki 40 éves korában is még, nem tudom, úszik a medencébe, vagy kajakozik, vagy vív. Tehát nagyon különbözőek vagyunk mi élsportolók, de egy dolog biztos és adott, hogy nem tudjuk ezt nyugdíjas korunkig űzni, tehát egyszer csak eljön az idő, ha 20 évesen, akkor, ha 40 évesen, akkor. De fejedben van arra válasz, hogy neked meddig tart? Vannak válaszok, nem túlságosan definiáltak, tehát inkább azon meg, hogy a párizsi olimpiáig szeretném folytatni, és utána meglátjuk, hogy még mennyi van ebben. De visszatérve a válaszra, mi ezt az adottságot fogjuk meg, és ezzel szeretnénk valamit csinálni, hogy egyrészt segítsünk a sportolóknak felkészülni az aktív pályafutások utáni életre, különböző edukációs programokkal is, tehát találjuk meg azokat a profikat, azokat a szervezeteket, azokat az oktatási intézményeket, akik nekünk ebbe tudnak segíteni. Másrészt olyan partneri kapcsolatokat alakítsunk ki, nagyvállalatokkal, akik befogadókészséget mutatnak, akár gyakornoki helyekkel, akár támogatásokkal, akár ők is képzésekkel a sportolók részére, ami majd a munkaerőpiacon nekik hasznos lehet. Tehát nagyon sok mindennel szeretnénk foglalkozni, de mind ez az első témánk. Ez egy nagyon, nagyon bonyolult ügy az esetek többségében. Ugye egy sportoló mit tud vinni egy vállalat életébe? Elkötelezettséget, ami eddig is jellemezte őt, célorientáltságot, küzdeni tudást,
ilyen érveket lehet mellettük felhozni, nincs tapasztalatuk, nincs munkarutinjuk, az a fajta munka, ami a reggel 8-tól 4-ig tartó rendes munkaidős munkabeosztás, és hát igazából még a legtöbbnek abban sincs tapasztalata, hogy egy szervezetbe hogy illeszkedjen ő maga, hiszen mondjuk, hogyha egyéni sportoló volt, akkor az ő szervezete az az ellenfél volt és az edző javarészt. Valóban, tehát mi azért sportolók egy buborékban éljük le az életünket, amíg az aktív pályafutásunk tart. Tehát, hogy nem csak, hogy ugyanaz a közeg, hanem meg van mondva, hogy mit csináljon az ember. Tehát, adva van a keretrendszer. Ó, ezt a főnököt is szeretik a munkahelyeket. Ez az egy, amiben nem lenne. Akkor csak egy jó főnökre van szükség igazából. Igen. De hát nem, ez nem mindenkinek adott. És hát a legnagyobb probléma az az, hogy az aktív pályafutás után ki kell találnia magát az egyénnek, az akkor már nem sportolónak, hogy mit szeretne az életben, egyébként mihez van affinitása és tehetsége. Sokan maradnak a sportágukban, azt úgy látod, hogy kényszerpálya a legtöbbüknél? Én azt gondolom, hogy sokaknál kényszerpálya. Látom azokat az elkötelezett embereket, sportolókat, akik a pályafutásuk kezdetüktől tudják, hogy ők edzők, sportvezetők szeretnének lenni, a sportágukba szeretnének maradni, és ezzel semmi gond nincsen, de amikor valaki kényszerszülte edző marad benne a sportágában, annál talán, hogyha odafigyelt volna a sportolói pályafutása alatt, jobb alternatívákat is fel tudott volna magának. Ráadásul a sportágának is jobbat tönne, hogyha nem lenne. Most ez, én tudom, hogy hülyén hangzik, de az az edző, aki azért foglalkozik mondjuk utánpótlással, mert mi a csodát csináljak mást, nem biztos, hogy a legjobb utánpótlás edző. Nem úgy fogsz beszélni róla, mint hogy a saját mesteredről beszéltél az imént. A legfontosabb az, hogy mi... A legfontosabb, amit látni szeretnénk, hogy a sportolók boldog és teljes értékű életet tudnak élni az aktív pályafutások után is. Ezt tanulni kell a pályafutás alatt, mint neked például. Te 2 diplomát szereztél a 3 olimpiai aranyérmet közepette. A tanulás fontos, és az egyetemi vagy főiskolai képzések valóban hozzátehetnek sokat az ember pályafutásához, vagy szakmaválasztásához, de mi egyébként azt látjuk, és ebbe az irányba egy picit nekünk könnyebb is mozdulni, hogy egyébként a moduláris képzések, amik kézzelfogható tudást adnak a munkaerőpiacra, azok még fontosabbak, mert a sportolónak, most ez lehet, hogy kicsit érthetetlenül fog hangzani, de könnyebb elvégezni egy egyetemi képzést, mint felkészülni arra, hogy egyébként majd mire lesz szüksége neki. Tehát most nagyon egyszerűen, hogy mondjuk egy Excel-t vagy egy PowerPoint-ot tudjon használni az ember. Én se tudok, tehát hogy és ez nagyon fontos, főleg, ha irodai munkát fog végezni. Na de a feleséged viszont kiválóan tud, hiszen dolgozik ilyenekkel. És ő néha szokott is tanítgatni, hogy mutatni különböző dolgokat, amiket vagy megjegyzek, vagy nem. De igen, és ezek nagyon fontosak lehetnek, úgyhogy inkább most első körben ezeket az edukációs lehetőségeket keressük, amellett, hogy egyébként a sportolók egyetemi tanulását segítő programok léteznek, tehát most is van sportcsillag, ösztöndíj, meg az egyetemeken lehet kérni kedvezményes tanrendet, tehát hogy vannak ilyen programok, és erről tudnak a sportolók, mi is szeretnénk hozzárakni a saját ötleteinket. Azt lehet tudni, hogy azokon hogyan lehet segíteni? Arra van valami elképzelésetek nektek magatoknak, akik már rég kihullottak a sportból. És pont azzal küzdenek, lehet, hogy 2 évtized, amiről te beszélsz, most egy frissen a sportot abba hagyó ember esetében. Tehát, hogy változatlanul nincs rendes munkája, nincs rendes szakmája, sodródik, kallódik, gyakorlatilag kegyelemkenyinen él a régi szurkolók jóságából. Amikor megkezdtük nemrég a taktoborzást a honlapunkon, és itt egy kis reklámot hadd engedjek meg magamnak, a MIF.hu-n totálisan ingyenesen és 5 perc alatt tud regisztrálni az, aki szeretne a fórumra. Amikor megkezdtük a taktoborzást, akkor sokkal több tucat olyan már nem aktív sportoló csatlakozott, aki egyébként kommentben, mert lehet megjegyzéseket is tenni, leírta azt, hogy ő leginkább a tapasztalatait szeretné megosztani, mert ő már végigment ezen a folyamaton, és volt, aki leírta, hogy ez mennyire nehéz volt, meg hány éven keresztül szenvedett ő attól, hogy megtalálja a legjobb, nektek ilyen minták kellene. És pontosan, és szeretnénk is ezeket az embereket, őket involválni
ebbe a folyamatba, mert ez nagyon hiteles, hogyha valaki ezen már átment, és így tud mesélni róla. Az, hogy azt mondod, hogy ez egy érdekvédelmi fórum, ez azt is jelenti, hogy konkrétan a sportolók érdekvédelmével is akartok foglalkozni, vagy ez túl terjeszkedik azon, amit vállaltok most? Nem terjeszkedik túl, sőt, mi szeretnénk az a szervezet lenni Magyarországon, aki kifejezetten csak az élsportolóknak az érdekeit képviseli. Ugye a sportirányítás egy nagyon bonyolult rendszer Magyarországon, meg mindenhol máshol is egyébként, ahol a sportoló tartozik az egyesületéhez, a szövetséghez, az olimpiai bizottsághoz, ahol olimpiai sportágról beszélünk. A sportállamtitkárság ott van, mint akár finanszírozó vagy szabályozó, és akkor ott vannak a támogatók, az egyéni támogatók, az egyesületi támogatók, a szövetségi támogatók, a MOB-nak a szponzorai, és ebben a keszekusza rendszerben sokszor elvész az egyén, vagy nehezen találja meg a helyét. Mi szeretnénk a MIF az a szervezet lenni, akinek kizárólagos célja a sportolók érdekvédelmének a képviselete. Hogy van erre időd? Most tudva főleg azt például, igen, kezdődik áprilistól a kvalifikáció, egy évre rá jön az olimpia, tehát ebben te mennyire tudsz benne lenni? Az operatív részébe kevésbé, a stratégiai döntések, vagy a támogatókkal való kapcsolatfelvétel és tárgyalások alatt ott vagyok, illetve leginkább a reprezentáció az, ami hozzám tartozik, tehát társadalmi elnök az én megnevezésem, vagy a funkcióm. Az operatív részét menedzserem Körösparti Gábor irányítja, illetve hát minden területről próbálunk profi szakembereket megnyerni magunknak, legyen az pénzügyi terület, sportpszichológia, HR igazgatóval dolgozunk együtt, vagy a Nemzeti Tehetségközpontnak az ügyvezetőivel, Antos Krisztánval, sportjogász, tehát hogy minden területről, ami kapcsolódik ehhez, a sportok érdekvédelméhez, olyan szaktekintélyek legyenek mellettünk és segítségünkre, akik valóban tudnak segíteni. Hát egy csomó sportolónak, mert hogy buborékban élnek, a kommunikáció maga is nehézséget okoz, bemenni egy helyre és elmondani, hogy miért jöttem és mit akarok, mert nincs ehhez hozzászokva, vagy nyílik az öltöző ajtó, meg aztán a terem ajtaja, és ott van mindenki, akit ismer. Tehát itt számtalan gátat át kell lépni egy sportolónak, amikor véget ér a pályafutása. Te ezt magadtól indítottad, tehát ez a te elképzelésed, a te ötleted volt, vagy felkértek rá? A menedzseremmel, Körösparti Gáborral beszélgettünk sportolókról, ő ugye menedzsment oldaláról találkozik sportolóval, én magam sportoló vagyok, és egyébként a sportolótársakkal sokat beszélgettem, és valahogy együtt jutottunk arra a megállapításra, hogy egy ilyen fórumra, egy ilyen érdekképviseleti szervre szükség lehet itthon Magyarországon. Egyébként láttunk is erre nemzetközi jó példát, tehát például Németországban az Athlete in Deutschland, egy nagyon erős szervezet, ami meghatározó a sportirányításban most már Németországban, vagy ott vannak például az amerikai profi sportáknál konkrétan szakszervezetként működő érdekképviseleti szervek. Nem olyan szeretnénk lenni, tehát azért ez egy picit máshogy működik. De ezek a nemzetközi példák is azért buzdítottak minket arra, hogy ezt megcsináljuk itthon. Kit tekintünk élsportolónak? Azért Magyarországon rengetegen sportolnak. Honnan számít valaki élsportolónak? A válogatottságtól? Az első osztályú sportolástól? Ezt elképesztően nehéz definiálni, és nem is lehet így röviden összefoglalni. És mi is egyébként egy tág definícióval élünk, amikor a taktoborzást meghirdettük. Mindenki, aki ma a tervének tekinti a sportot, tehát vagy ebből él, vagy ez a fő tevékenysége, vagy ebben képzeli el a következő éveit, őt mi élsportolónak tekintjük, és ez lehet egy NB3-as vagy megye 1-es futballista is, meg persze lehet egy olimpiai bajnok úszó, vagy kajakozó, vagy birkózó is, tehát hogy ez önmagában sok-sok ember, és ez egy picit más, mint az igazolás vagy tagságival rendelkező sportolók, mert körülbelül 4 és 500 000 fő között van a... Felnőtt lakosság 5%-a igazolt sportoló. Igen, és ez nem összekeverendő azzal, hogy valaki ilyen sportoló, mert csak azért, mert valakinek van egy tagsági igazolványa, és mondjuk akár versenyez is, vagy de legalábbis egy sportegyesülethez tartozik egy sportol, attól még nem válik el sportoló. Tehát az öreg fiúk, focisták ne reménykedjenek, ez nem feltétlenül róluk szól, ha csak nem voltak hajdalában. Na jó, ezt nem bontjuk tovább. Az, hogy a ti életetek hogy alakul, maradtok-e Angliában, visszaköltöztök-e végleg Magyarországra, az mennyire múlik azon, hogy
hogy a feleségednek hogy indul ott be a karrierje? Vagy mennyire múlik azon, hogy itthon vagy ott akartok élni? Ez tulajdonképpen egy eldöntött kérdés. Mi a következő évben terv szerint azért már Budapestre haza fogunk jönni. Így is beszéltük meg, illetve nekem kezdődik a kvalifikációs időszak. Felkészülni azért itthon kéne mégiscsak? Illetve az olimpiára is itthon tervezek felkészülni, úgyhogy nekünk ez előre bemondottan egy maximum két év londoni kintlét volt betervezve, és ezt tartjuk is magunkat. Ezer szálon Magyarországhoz kötődünk, itt van a családunk, itt vannak a barátaink, és úgy gondolom, hogy mind a ketten tudunk itt is karriert építeni, úgyhogy valószínűleg hosszú távon itthon fogunk letelepedni, de tartom magunkat annyira, hát nem is tudom, kozmopolitának, mert ez egy fura kifejezés, hogy elképzelhető az, hogy majd még a világ különböző pontjain, hogyha olyan lehetőség jön, akkor elmegyünk egy-két évre, de azért szerintem mindig a bázisunk az Magyarország lesz. Elmenni egy-két évre akár gyerekkel is? Hát ez majd a jövő zenéjére. Erre gyerek nélkül még nagyon nehezen tudok bármit is mondani. Ez igaz. Gyerek pedig Párizs után? Ezt majd hozza az élet. Nem terveztek ennyire pontosan? Nem vagyunk még a tervezés fázisában. Másra válaszoltál, de értem ezt is. Köszönöm, hogy itt voltál. Jó volt veled megint beszélgetni. Ez örülök, mindig öröm. Köszönöm. És hát ugye két olimpiai aranyéremmel hátad mögött, és egy harmadikra reménykedve várva voltál itt legutóbb, úgyhogy hát várlak a negyedik után is. Jövök. Remélem. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. A karvív olimpiai bajnok Szilágyi Áron volt a vendégünk. Remélem, velünk tartanak legközelebb is. Viszontlátásra.